Egy Szolnokra jártam egy teljesen sima gimnáziumba, nullatak, hát igazából sima tagozat, hát semmi. És akkor gondoltam, hogy megpróbálom a képzőt, csak mint ilyen, igazából csak azért, hogy nem akartam az, hogy évek múlva mindig az legyen bennem, hogy megpróbálhattam volna a képzőt, de így gondoltam ezt, hogy hát ez nem túlságosan esélyes, de azért így legyen. És mivel, Szóval teljesen sima gimnáziumból érkeztem, Szolnokról, semmilyen tagozat, és azért jelentkeztem mindenképpen a képzőre, mert azt akartam, hogy ha majd így eltelik sok év, akkor ne legyen ez mindig ott hátul a fejemben, hogy bezzek, ha megpróbáltam volna képzőt, akkor még történtek volna, és ezért volt egy pár ilyen, amellett, hogy felvételiztem ilyen teljesen hagyományos szakra, meg ahogy a szüleim szerették volna, így akartam, hogy lesz egy pár olyan, amit én csak így magamnak, hogy kipróbáljam azt, hogy ez működik, nem működik, hogy mennyire vagyok béna az ilyen helyzetekben. És történetesen a képző volt az első, mert annak idején még nem tudom, ez most hogy megy, de annak idején tudod volt az, hogy az elsőre felvették, akkor csak oda lehetett menni. És akkor az intermédiát pedig csak azért választottam, mert a több ilyen klasszikus szaknak én nem vagyok nagy művelője, meg nem. Egyértelműen nem vagyok festő, és egyértelműen nem vagyok szobrász, képgrafikus pláne. És az intermédia az így tetszett, hogy ilyen megfoghatatlan, olyan sok minden, kellően ilyen progresszívnek tűnt, meg ilyen technokratának, és ez így tetszett. Gondoltam, megpróbálom. Hát így a felvételim, a munkák, amiket vittem, azok olyan jó kezdetleges ilyen, olyan cukik voltak, amit egy ilyen vidéki gimnáziumból csak vinni lehet. Tehát még ilyen tűzománc is voltam a mappámban. Gondolom, azt nagyon értékelték a felvételén. És viszont így bejött, tehát, hogy elsőre vettek fel. Gondolom, inkább ilyen a lelkesedést értékelték, és a kitartást, mint a tehetséget. Ja. De miért mondanak, hogy miért mondanak? Szóval jó, oké, mondod ezt. Hogyan változott akkor ehhez képest az egész valami? Mit történt? Az öt év alatt? Az öt év alatt? Hát az öt év alatt, meg az öt év után, tehát még oda jártam, akkor is én mindig mentem felvételiztetni, mint diákképviselő. Tehát elég sokat láttam bele az, hogy ez hogy is megy, és hogy így hogyan választanak ők is, és akkor ezért mondom, hogy nekem így sikerült egy kb. Így belőni, hogy valószínűleg mi lehetett az, ami bennem is ilyen attraktíva volt. Amúgy meg, ami 5 év alatt történt, hát 5 év alatt meg így rájöttem, hogy az, hogy tényleg ez miről szól, tehát, hogy tényleg az intermédia amit jelent. Volt szerencsém a sokat hallgatni, meg hogy mit akarnak ők, mit képeznek, miben más, mint a többi szak. Én amit nagyon fontosnak találtam akkor is, meg azóta is, ami az egyetlen, ami ilyen megmaradt, így komolyan az a gyakorlati képzések, ami még ráadásul olyan is, amit én annak idején ott nem szerettem. Tehát, hogy azt hiszem egy kötelező videót csináltam, amit kötelező volt tárosi órára analóg vágón, de úgy is soha nem videóztam. Nem azt mondom, azóta sem készítek videómunkákat, de részben abból élek, amit ott tanultam, tehát a videóvágásból, ami egy vicces része az életnek. A másik meg az, amit én előtte is szerettem a számítógépeket, meg ezt az egész melózást a számítógéppel, az is ugyanígy abból alakult ki, ami azóta így van, nekik működik. Amúgy meg így intermédia, ez mint ilyen látásmód volt fontos, persze a teoretikus része is fontos volt, amiből én akkor nem sokat értettem, tehát mondjuk én azóta, amit így azt átgondoltam, és mondjuk így 30-on már túl vagyok, így rájöttem, hogy mondjuk ez nagy hiba volt 18 évesen menni oda, mert szerintem egy csomó mindent nem értettem meg, és most érteném, és most már tudnám értékelni, amit akkor nem. És ez egy ilyen ez hülyeség így visszafelé gondolkozni, de azt gondolom, hogy nem vettem volna fel inkább. Tehát, hogy magamat én akkor mostani fejemben nem vettem volna fel, hanem... De azt el is olvasom, de érted, nem, tehát, hogy persze most is bejárhatok órákra, és így végighallgathatom újra a Tilman órákat, hogyha akarnám, persze most már nincs rá időm, meg így erőm sincs arra, hogy én most újra így visszamenjek, és ezt így megszervezzem, hogy én akkor ott legyek. De azt érzem, hogy most is sokkal
máshonnan tudnám ezt nézni, és így jobban érteném azt, amit akar. Tehát én akkor tökéletesen nem értettem egy csomó mindent. Tehát, hogy meg tudom tanulni, akkor is meg tudtam tanulni, valamennyire feltök belőle készülni, hát akkor meg vizsgázni, de hát hű, tehát, hogy az nem volt egészen akkor jó. Vagy hát akkor én azt gondoltam, hogy oké, csak nem értettem, és most meg már legalább érteném, és kicsit máshogyan lehetne. Mondom, a gyakorlati képzés az egy olyan dolog volt, amit azért így könnyebb érteni, könnyebb felvenni, könnyebb használni, azok rendben is voltak. Ja, kb. Igen. Ja, meg ez, amit meg ilyen művészetet kellett ott csinálni, az részben így oké volt, részben így működött is, nem mondom. Ja, van azért, ja, van olyan munka, amit akkor csináltam, és az még azóta is azt gondolom, hogy az így, az rendben van, legalábbis az akkori embernek így rendben volt, mint az akkori énemnek akkor rendben volt. Persze van olyan, amit én is tudom most így utólag, meg akkor is tudtam, hogy ez csak ilyen izé megúszás volt. Tehát, hogy hogyan menjünk át a fél évi vizsgált típusú feladat, amikor le kell tolni a kötelező minimumot. Azt hiszem, hogyha most csinálnám az egészet, most jönnék megint intermédiára, akkor biztos, hogy jobban kihasználnám azt az adottságot, hogy a többiekkel mit lehet csinálni. Tehát, hogy én nem tudom, hogy akkor csináltam a közös munkát másokkal. Arra emlékszem, hogy nekünk volt egy pár jó körünk Tihanyban, legalábbis egy biztos, hogy volt, ami nagyon produktív volt. És ez pont amiatt, hogy együtt voltunk, és együtt dolgoztunk, és ez az kellett volna kicsit jobban. Persze ez egy olyan dolog, amit nem lehet, tehát egy külsőleg nem lehet kontrollálni, hogy dolgozzatok együtt. Kik voltak az osztálytársaitok? Ja, igen. Hát az eredeti évfolyam, még minket 8-an voltunk a felvételén, de ebből 2-en meg se kezdték. Tehát igazából elég kevesen maradtunk, de elég nagy volt a változás állandóan. Hát eredetileg amúgy a Mécs Miki, akivel együtt felvételiztem, és aztán mindig a kollégiumban ott összeakadtunk éjszaka, ilyen Simpson nézésre. Csengetett Milord, meg ilyeneket néztünk a BHS-ről persze. A Szörényi Beatrix, ki szintén. Ők rájuk azért merüljük. Emlékszem a felvételiről még mindig. A Sebő Feri rá is, hogy így vágta a körmét a felvételén. Szira Harriet, aztán Kis Tóth Zalán, épp voltak még. Hú, de ciki biztos, aki van. Most nagyon gondolkozom, mert akkor itt így elfelejtek mindenkit. Hát emberileg, hát van egy ilyen, hát mondjuk a Hennyvel igen, mert vele azóta is ilyen barátnői kapcsolatban, így azért így nem mondom, hogy nagyon sokat találkozunk, de legalább próbálkozunk. A Trixivel is, mert miután neki is van egy hasonló korú kisfiam, meg nekem is van egy hasonló korú kisfiam. Ez még nehezebb összeszervezni, de legalább néha sikerül, és akkor ilyen legeltetés cím, szóval így azért lehet egy kicsit beszélgetni is. Leginkább szerintem velük. A Mikivel nagyon ritkán most, mert én nem nagyon járok meg nyitókra is. Eseményekre azóta szinte semmit nem találkozunk. De ez így alakult. Ja, mert mióta a gyerek azóta, mondjuk én nem, tehát régen én is eljártam a megnyitóra, beszélgettünk, én is a stúdióban voltam vezetőségi tag, ez is azt jelenti, hogy mindenhol ott voltam, mindenről tudtam, mindenkit ismertem, és ez mondjuk az utóbbi másfél évben kb. Így a nulla felé tendált ilyen pillanatban éppen. Tehát mondjuk maximum olyan megnyitóra megyek, hogy ide a kis terembe vagy a laborba cammogok, amikor nagyon be vagyok pörögve, és nem pont fürdetés időben van, meg altatás időben az egész, akkor át tudok menni. De úgy meg tökre nem megyek sehová. Ez nem egy olyan dolog, amire büszke vagyok, de ez egy olyan dolog, ami most éppen így van. Nem tudom, lehet, hogy fog egyszer változni. Visszatérve is az iskolára, hogy indult neked az egész, igazából első körül volt-e mélypont, vagy felülülés, vagy volt mélypont, igen. Ráadásul pont akkor jött szerintem a mélypont, tehát a első, második, harmadik évben szerintem ez, remélem, még mindig így van, nagyon sok óra van. Tehát ilyen reggeltől estig mindig volt valami, ahol menni kellett, amit csinálni kellett.
És az adott egy ilyen tök jó húzás, mert én is ez a típus voltam, aki mindenre bement, tehát ugye nem nagyon lógtam. És az akkor ilyen volt, meló volt, mit csinálni, menni, és akkor így nem is nagyon volt idő gondolkozni, vagy ezen így nagyon lecsúszni, hogy most mi a fenét kezdjek magammal, és az, amikor negyed-ötöd éven kevesebb lett, szerintem olyankor van egy mélypont, amikor hirtelen, meg hát akkor persze sokkal önállóbbnak is kell lenni, és akkor így, akkor én is egy kicsit megborultam, és akkor mit csinálok, mit akarok, melyik az az irány, ami leginkább, mit akarok ezzel az egészre kezdeni. Aztán mondjuk a diploma körül én ezt nem értem meg annyira rosszul, mert így szerintem viszonylag korán kitaláltam a diplomamunkámat, és ez sok munka is volt. Egy hónap alatt csinálhattam meg kb. És ezt én nagyon szerettem csinálni, tehát annak megint az volt egy ilyen jó időszaka, amikor én sok mindent kellett. De valószínűleg azért szoktam általában egy nagyon pepecs munkát csinálni, mert akkor legalább így tehát mégsem annyira... Tehát az egy ilyen jó dolog, amikor sokáig kell csinálni. Tehát nekem a diploma is ilyen jó volt, ezt egy jó időszaknak éltem meg, meg nekem a felvételről is például az az élményem, hogy ez egy ilyen nagyon jó, ilyen frankó két hét volt, amikor nagyon sok mindent kellett csinálni, és jó ismeretlen volt. Úgyhogy igazából már tökre nem emlékszem, tehát most persze emlékszem ilyenekre, hogy mennyit szívtam ilyen műtörvizsgán egyik évbe, Fehér Ildikónál, anyám. Tehát az sem volt egy egyszerű, mert ezt nem bírtuk egymást, valahogy értelmezni a nőcivel. Meg ezt volna, amit mondtam, hogy így voltak olyan órák, amiket igazából én nem nagyon értettem, és kötelező volt, tehát megcsináltam, de hogy így nem. És emlékszem, ja igen, hogy mindig este 6-tól 8-ig voltak ezek a nagyon gondolkodós órák, és így volt az, hogy este 6-tól 8-ig, mert semmire nem voltam képes, és így annyira emlékszem, hogy így küzdöttem az, hogy ne aludjak el ott a nagy előadóba egy ilyen. Inkább nem mondom ki, de monoton hangú tanárnál, hogy én majd meg őrültem, úristen, hogy ne aludjak el, és mindenféleket ki kellett találni. Tehát kb. Utoljára középiskolában csináltam ezt, hogy olvastam a pad alatt, és ott is ezt kellett nekem, mert nem aludtam volna. Szóval az nem biztos, hogy ez egy ilyen jó ötlet este 6-tól 8-ig így. Na, de hát nem tudom, lehet, hogy valakinek meg akkor van egy ilyen friss időszaka. Meg nem kávéztem. Most már tudjuk ennék. Most már kávézom, de most már szeretem is. Akkor annyira nem is bírtam. De egy énekre emlékszem, amúgy nagyon... Mi a véletlen, mert ez minden megjelölt, hogy nem értem, mert véletlen ez a készet, hogy... Most? Most? És akkor? Akkor... Én akkor nagyon szerettem. Most meg kávé semmit nem tudok róla. Tehát most azért így nehéz lenne véleményt mondani. Amit tudnék, az általában a képzőt érinteni, nem speciálisan az intermédia, de az intermédia meg annyira elütt egy csomó mindenbe a képző struktúráját, ahogy nehéz lenne ezt a kritikát rá is erőltetni. De azt gondolom, hogy sokkal komolyabban kellene mindenkinek venni ezt a... Nem is tudom, hogy ezt hogy kéne mondani, tehát egy kicsit ez a vérfrissítés. Tehát, hogy... De ez egy olyan dolog, hogy én azt mondom, persze kívülről kurva könnyű ezt kritizálni, azt mondani, hogy x évenként kellene cserélni a tanárokat, mert egyszerűen így nem bírt. Tehát, hogy látszik rajtuk, hogy ezért így fásulnak. És ezt akár ezt te is ezt csinálnám, meg én is ezt csinálnám, de persze ezért mondom, hogy kívülről ez baromi könnyű. És hogyha lehet, hogy én bent lennék, akkor azt mondanám, hogy nő, nem vagyok jobb fásult, oké vagyok. Mert hát nyilvánvalóan van egy állásom, mert én is akarnék ebbe fásult lenni. De én meg azt látom, hogy ez ilyen tök erőtlen időnként. És hogy így nem jó, nem használom. Nem tudom, ez ilyen, mert emberek ugyanazt csinálják, vagy ugyanazt nem csinálják. Tehát, hogy így... így nem változik semmi. És ezt mondom, én is kívülről látom, belülről nem, de hogy azt érzem, hogy nem változik semmi. Hogy így nem történik semmi ilyen igazán erős, vagy ilyen nagyon ilyen revelatív. De ez a kikerülő művészekről gondolod, hát kiállításokról, az mit tudom, ilyen, amiket neten lehet találni anyagok abból, ezért mondom, hogy nem járok oda, tehát nem tudhatom. Egy ideig csináltam azt, hogy bementem néha még ilyen fél év értékelőre is, meg persze diplomavédésre, mert azt így szerettem azt látni, hogy így kb. Kik azok, akik kijönnek, mit csinálnak, mert ez mindig érdekes, és ott sem éreztem azt, hogy itt most ilyen
Tehát például ilyen kemények is azt mondják, hogy baszki, te hülye vagy, téged kivágunk a picsába, nem jársz be. Tehát, hogy ilyen, legyenek ilyen erősek, és mondják azt, hogy fiam, ide akarsz járni, akkor csináld, de csináld rendesen. Járjál be, csinálj munkát. Tehát, hogy ezt mondom, az ötödik év végére én is megtudtam azt, hogy hogyan kell azt megcsinálni, hogy átmenj a vizsgán, ne legyen probléma. És nem azért, mert jól csináltam, hanem meg tudtam ezt, hogy hogyan kell ezt így megkerülni. És ez nem jó. Tehát, hogy, én nem vagyok erre büszke például. De én pont azt látom egy csomósz, hogy ilyen megúszós, és hogy így hogy nem történik semmilyen nagyon eredeti, vagy nagyon erős. De lehet, hogy közben meg igen. Tehát annyira jó, hogy ezt így nem, azt kívül annyira könnyen lehet ezt szakérteni. És, nem, és igazából nem is tudom, mi lenne a megoldás, vagy én nem tudom, hogy mi lenne az, amire azt mondanám, hogy nem tudom. És tudom képzelni. Arra emlékszem, hogy amikor én elkezdtem az intermédiát, akkor sokkal több ilyen vendég volt. Lehet, hogy már újra van, de egy időben például nem volt. Ilyen külsős, akár külföldi. És azt tudom, hogy ennek egy része tök anyagi, tehát, hogy nem tudják kifizetni azt, hogy jöjjön, repülőjegy, szállás, blablabla. Bla. És pedig ez nagyon fontos lenne, hogy így lássanak ilyen élő példákat, hogy külföldön hogy megy, hogy elmondják nekik, hogy náluk ez van, náluk az van. Ilyen diákok, találkozol diákokkal, találkozol tanárokkal, és ezek mindig nagyon érdekesek tudnak lenni, hogyha valaki nyitott, persze. Meg persze, hogy menni külföldre, diákoknak, Erasmus, ez egy tök alapvető, hát ez nagyon fontos, és az a hülyek ezt nem csinálja meg, hogy őszintén. Én is voltam, voltam igen, az is egy nagyon érdekes. Marseille-ben, oh yeah. Az mondjuk elég, de jó volt. Az iskola az nem. Tehát, hogy, de ezt mondom, hogy az a baj, hogy én is egy annyi mindent fiét csináltam, és ezt úgy utálom egyetulak, hogy ezt nem voltam ebben sokkal határozottabb, nem voltam sokkal ilyen erősebb. Hanem én is sokkal inkább otthon maradtam, és ezért nyomkodtam a számítógépet. Sétálgattam, mert szerintem elvetőt sétáltam. Megcsináltam olyasmit, amit most nem csinálnék meg, de hogy ilyen meggondolatlan voltam, de semmilyen vad dolog, csak hogy így hülyeség volt. Nem történt semmi. De hát, hogy simán én egy ilyen, mit tudom, hátizsákkal körbeutaztam Franciaországra, tehát lehet, hogy legfurább helyeken aludtam. De hogy ilyen, tehát nem ilyen pályaudvaron, hanem rendes szálláson, de olyan furcsa körülmények között időnként, hogy időnként, így amikor visszagondolok, akkor azt gondolom, hogy ez lehet, hogy meg se történt, pedig tudom, hogy megtörtént. Szóval, hogy be kellett volna mennem jobban az iskolába, akkor keresni egy olyan művészt, aki tetszik. Tehát, hogy ilyenekre mondom, hogy mostani fejjel máshogy csinálnám, de én is olyan hülye vagyok, hogy nekem is ezt utólag kell. És ezért mondom, hogy túl fiatal lehettem. Tehát, hogy ez nyilván azt sem lehet mindenkire mondani, hogy ne vegyék fel 18 évesen, mert 18 éves csak még kis hülye tud lenni, de hogy ez voltam, én szerintem. Mert ez is érted, hogy mondjuk ez az iskola, ez így van, hogy berendezed el alapvetően meg egy egyetem azért erre lenne kitalálva, hogy az emberek érettségükkel. Tudom, de például így mindig, tehát volt olyan osztálytársam, direkt nem akarom mondani, mert az ilyen furán néz neki, aki mondjuk egy pár évvel idősebb volt, és úgy került be, és mindig akkor is, hogy néztem, hogy fú, milyen jó meglátásai vannak, hogy há, basszus, ez nekem nem jutott eszembe, mert mint ilyen hozzászólás, és ilyen ismeretanyag szintjén, hogy éreztem azt, hogy sokkal azért egy magasabb szinten van, és most utólag érzem azt, hogy ez valószínűleg csak a részben a korral jött, tehát, hogy többet olvasott, és többet műveltem volt, vagy többet látott, és ezt én akkor, ahonnan jöttem, ott ezt nem tudtam volna ilyen, így megcsinálni. De és persze biztos, hogy mélységesen felettem volna háborodva. Ami nem felháborodva, hanem hogy ez ilyen rosszul esett volna, hogyha akkor nem vesznek fel, vagy akkor azt mondják, hogy figyelj Márta, jó vagy, de mondjuk gyere vissza 5 év múlva, akkor biztos, hogy nem mentem volna vissza, és nem ilyen, nem azért, mert hogy én nem büszke vagyok, hanem azért, mert akkor csináltam volna mást, és akkor már újra nem kezdtem. Tehát, hogy, és 5 év alatt csináltam meg az egyetemet, kb. Abban az eredeti osztályból én voltam az egyetlen, aki akkor lediplomázott, tehát abban a 8 főből. Úgyhogy ez is ilyen furcsán jött ki. Tehát, hogy én akkor azt 5 év alatt letudtam, és ez biztos, hogy nem kezdtem volna újra egy másik iskolát még 5 év, mert így annyira nem voltam ilyen. Tehát
Tehát én nem, nekem akkor már elegem volt ebből, hogy diák státusz így, meg úgy, meg diák igazolvány, akkor ennek is vége van. Köszönöm, jó volt, bár utána még megcsináltam 3 évvel a diákat. De... Azt hány évvel csináltam? 2 évvel később kezdtem el. 3-ban? Úgy van, 2004-ben érettség, úgy értem, diplomáztam, és 2007-ben, tehát hogy mindig válni kell egy évet, aztán egyben nem vettek fel, és akkor a következő. Akkor vettek fel, és akkor volt ez 3 év. És hogy alakult az évben, mint állítom, azt nem is lehet. Hát igen, ez nagyon jó. Hát dolgoztam, mindenfelé érdekes helyeken dolgoztam. Közben egyfolytában volt nekem a stúdió, mint tag, aztán mint vezetőségi tag sokáig. Azaz, hogy nagyon sok mindent jelentett, nagyon sokat volt jelen úgy az életemben. Aztán 2007-től már csináltam a DL-át, és akkor előtte is dolgoztam, aztán közben is dolgoztam, és akkor 2010-ig volt a DL-a, és akkor volt, akkor született a fiam. Tehát, hogy... Én is voltam az egyik alkalmazottja az Artpoolnak például, majd másfél évig. Dolgoztam a kisképzőben egy évig tanárként, meg dolgoztam egy ilyen levelező tanárként az iparon is. Aztán dolgoztam egy évig a Trafóban, közönségszervező, meg előtte sokáig mit jegyszedő, meg azóta is vágok nekik videókat. Tehát ez, bár ennek most vége lesz, hogyha a Szabó Gyurit kinyomják onnan. De leginkább ezek voltak. A fű aztán mióta, aztán volt a DL-a, közben csak a Trafót vittem tovább, a videókat, nem dolgoztam. Most meg így vagyok, voltam itthon egy évig persze, és akkor onnantól kezdve meg ilyen szabadúszóként, vagy hát nem annyira szabadúszóként, de ilyen az is ilyen számítógépes manót csinálok egy cégnek. De ilyen apró munkákat csinálok, amiket lehet itthonra. Megszabadulszóként. De mondjuk az utóbbi másfél-két évben, mint képzőművész, semmit. Tehát, hogy ez most ez az, ami megszűnt. Tehát az egyetem után ez egy darab igen jól ment. Hívtak is. Van a gyerekem is, de az elég kemény lenne rákenni, hogy én miatta nem csinálok. Tehát, hogy ezt egyszer rám szólta. Férjem, hogy nem mondjak ilyet, mert nem miatt nem csinálom, és ebben igaza volt, mert nem miatt nem csinálom. Tehát persze, biztos sokkal bonyolultabb is lenne, de most nem is érdekel. De ez egy olyan nem érdekel, hogy nem is keresnek-e, meg én se keresem. Tehát, hogy én sem adom be pályázat szintje sehová, hogy szeretnék kiállítani. És mivel ilyen sokat ki is maradtam, nagyon engem sem keresnek, meg így... Ja, és ez szerintem egy ilyen kölcsönös, tehát, és ez valószínűleg így az idővel egyre durvább, tehát, hogy... Hát nézd, a hiúságomat biztos bántja. Úgy emberileg most annyira nem bánt éppen, mert annyi ilyen rossz történetem van, most ilyen kulturális téren, hogy így nem... Valahogy azt érzem, hogy nem akarok ebbe benne lenni, és akkor... Hát az, hogy mondjuk ilyen emberekkel és művészekkel még történnek, tehát hogy mennyire nem nézik semmibe a munkáját a művészeknek, képzőművészeknek, most leginkább így mondom, akik nem termelnek eladásra. A kortárs művészetet mennyire nem becsülik meg, mennyire leszárja mindenki, mi történik, honnan van pénzed, hogyan működik egy galéria. Hú, és akkor ilyen hallok ilyen, vagy olvasok ilyen hülye, én vagyok a hülye, mert elolvasok ilyen kommenteket, és akkor úgy azt érzem, hogy na ez az, amit így nem. Tehát, hogy így persze egy, tehát, hogy most éppen nincs kedvem így szembe piselni a széllel. Tehát, hogy annyi felös energiám meg nincs, hogy ezt így ilyen úgy csináljam, ahogy eddig, tehát, hogy mondjuk így olyan lelkesedésből, ahogy mondjuk csináltam én is egy csomó mindent, meg akár a stúdiót is, így nincs ehhez erőm, meg kedvem. És ez mondjuk, ja, egy kicsit ilyen, tehát úgy hiányzik az a szabadság része, ami ebben benne van, hogyha ezt csinálod, meg egy jó érzés, meg így van ebben egy erő, de... Ja. De ez ilyen politikai időkkel is összefügg, vagy? Össze, hát persze. Persze. Annélkül, hogy politizálnék, ez összefügg. Tehát, hogy
tök mindegy, melyik oldal, én most egyikről sem akarok tudni, tehát ez, mindegyikből elegem van, azt gondolom, de leginkább abból, hogy az embereket gondolnak, és ezt viszont mindenhol látom magam körül, meg így érzem, meg az, hogy ez egyre rosszabb, azt meg egyre inkább érzem, hogy ez egyre inkább egy szélmarom harccá válik. Meg, hogy mindenki ki is használja ezt, tehát, hogy ez a, tényleg ez már egy idő után egy erőhelyes, hogy így ez természetes, hogy te... És most, hogy függetlenül attól utálom ennek a financiális részét, de hogy mindenkinek természetes, hogy te ingyen dolgozol, hogy neked az a elismerés, hogy te kiállíthatsz, tehát, hogy így, hogy nulla respekt, és ez nem velem szemben bántó egy idő után, hanem amikor láttam ezt a környezetemben, hogy velük is mindezt megcsinálják, és ez tök természetes, hogy őket ki lehet használni, és így szóval ki van ezzel az egészen, mert pedig ez nem az. Ezt mondom, ezzel lehetne egy ilyen, tehát hogy nem is az, hogy harcolni, de hogy igenis ezzel szembe fel kell lépni, és így azt gondolom, hogy meg is lehetne ezt csinálni, csak ez az, ami most nekem egy kicsit sok lenne. És hogy annyi ilyen kudarcér amúgy is, hogy ezt így még egyet így Isten ments, a francnak kell még egy puba hátára, De egy idő után azt gondolom, hogy meg kell csinálni. Valakinek meg kell majd csinálni, és akkor én is örömmel ott leszek, de... És magadnak munkákat csinálod, magadnak egyáltalán kitalálni. Ja, hogy itthon dolgozzak? Hát persze, mert ez amúgy ez elég hülyeség, hogy azt mondom, hogy persze nem hívnak kiállítani, de hát attól függetlenül itthon dolgozhatnék, de ez meg az a rész, hogy így... Azt meg én nem tartom ilyen érdekesnek, hogy én itthon magamnak egy hónap alatt összecsinálok, tehát hogy így nagyon melósan megcsinálok egy munkát, és akkor aztán ez itt van. Tehát hogy ez meg az a típusú, hogy ha nincs rajtam egy nyomás, akkor annyira én elég ritka az, hogy így összeszedem magam, és azt mondom, hogy már pedig én ezt megcsinálom. Van egy ilyen projekt, amit így soha nem fejeztem, és már nem is tudom éppen hol tart. Őt elkezdtem, aztán gondoltam, hogy oké, én csak azért is befejezem, még annak ellenére is, hogy éppen nem tudom hol kirakni, de szerintem is soha nem készül el. Mi ez? Ez is még, amit voltam egyszer Pozsonyban, meg voltam Bécsben egy ösztöndíjon, és akkor gondoltam, hogy ebből a kettőből összehozok egyet, a két városból, mivel nekik úgyis van egy szép történelmük, Pécs és Pozsony. És akkor azoknak a városoknak, vagy a két városnak ráadásul telefonkönyvét akartam összefésülni egy telefonkönyvé. És ezt mind elő is készültem, de ahogy is tulajdonképpen egy része meg is van, és aztán ezzel is van, nem fejeztem be, és ez ilyen nagyon vicces, hogy családilag mindig arrébb rakjuk ennek a maradványait, és így röhögünk rá, tehát nagyon azon is van, nem fog elkészülni. És így van ilyen. Igen, azért. De hát ez én szeretem. Tehát ez az, amit szeretek is. És ez is egy olyan dolog, hogy ott voltam egy csomó ideig, és az a baj, hogy képes vagyok annyira szétcsúszni olyan értelemben, hogy a fókusz teljesen eltűnik, hogy simán megcsinálhattam volna, annyi ideig voltam ott egyedül, és egyszerűen nem tudom magam rávenni egy időnként. Tehát, hogyha nincs meg egy ilyen az, hogy mondjuk ekkorra ennek kész kell lenni, akkor egyszerűen így szétfolynak a napok abban, hogy így olvasgatok, nézelődöm, sétálgatok. Ez biztos, hogy kipihentem magamat évekre előre. Most már csak így álmodozom róla. Szóval, ja, vannak ilyen... Ez azért normális, hogy az ember azért is, hogy Persze, csak utána én mindig hazaérkeztem egy ilyen hihetetlen mennyiségű lelkismeret fújdalásra. Tehát ez tényleg szuper volt, tiszta hülye vagyok, hogy ezt én megcsináltam, hogy így jöttem haza mindig, hogy szuper volt, jól el voltam, tehát én nem gondolok rá úgy, mint egy rossz időszak, csak nem volt termékeny, és ez innentől kezdve nem másnak a hibája. Na mindegy, úgyhogy azóta nem csináltam semmit. Mármint... Hát úgy értem, de ez... A gyerek az nem csak az én művem, tehát ez nem én vagyok az ő saját maga, ez nem én vagyok, én csak terelgetem. Úgyhogy... Mindjárt lehetsz a gyerekes
Jaj, hát áztatás lesz. Az van, hogy az az igazság, hogy ha ő bölcsödében van, tehát 8-tól 3-ig van bölcsödében, és mondjuk nekem az az időszak, ami kell arra, hogy én dolgozom, tehát hogy a pénzt keresek. Tehát, máshogy ez sajnos most nem megy. Ha meg itthon van, akkor ez teljes egészében róla szól, és mondjuk ő lefekszik, este 8-ra már alszik, és akkor még onnan van kb. 2 óra, ameddig én ki nem dőlök teljesen, mert eléggé korán kerül az a kis tündér. És mondjuk abban pedig általában vagy megint befejezem azt, amivel még elmaradtam, vagy pedig szerintem olyankor már így nem vagyok egészen úgy sem ennyire sem ilyen kreatív. Semmilyen tekintetben. Még azt gondolom, hogy nekem még ez az évben van hátra arra, hogy meg kellene írnom, meg védenem a doktorit, amit nem csináltam meg. És azt gondolom, hogy mondjuk azt szeretném megcsinálni, de az pedig egy olyan kör lesz, hogy akkor azt mondom, hogy akkor nem dolgozom, itt még 2 hónapig, és akkor 2 hónap alatt, mint az állatnak meg kell ezt írni, mert máshogy nem fog menni. Tehát, hogy az nem működik, hogy mondjuk 2 órát dolgozom, akkor vágok egyet, és akkor azt mondom, hogy most kreatív, tehát, hogy most művészkedek, most megírom a doktori mentet, egyszerűen ez ilyen váltás, szerintem így nem... Aki ezt tudja csinálni, az vagy ügyes, de én nem... Igen. Úgyhogy az az igazság, hogy ez az egész ilyen családi élet, az úgy frankón elvesz mindent, ami így ilyen észben még marad, úristen, de ez elképesztő, hogy elfelejtettem én is beszélni. Nem olvasok szerintem, az a baj, csak internetet olvasok, tehát könyveket valami keveset, és ez szerintem iszonyú meglátszik. Tehát ez csak úgy elmondom, mint érdekesség, hogy szerintem kurva nem ugyanaz internetet olvasni a könyveket. Na mindegy. Hát azért így olvasom, de ilyen kb. Ilyen ponyvát. Tehát, hogy, mert úgy vagyok vele, hogy nem is tudom, mi volt az, amilyen komoly irodalmat olvastam. Pedig olvastam, időnként így bele-bele olvasgatok valamire, mert az így jól esik, így olvas. Tehát, hogy így ilyen valamilyen érdekes, és így örülök neki, hogy hú, most így lehetem ezt olvasni, vagy amikor ilyen délután alszik a gyerek, és éppen nincsen semmi dolgom, és akkor annak így örülök, hogy így tudok olvasni, és így értem, és akkor van ilyen sikerélményem, de amúgy csak ponyvágy, tehát ugye ez a metrón olvasok, tehát hogy tudod, ez az ilyen szakaszosan, és annak ilyen, azt így nem tudom értelmesen csinálni, tehát akkor inkább csak valamilyen butaságot, hogy így legalább betűket lássak, meg így unatkozom, tehát hogy mennyit a metrón ilyen, hogy elét hallgatok persze. Remélem, hogy nincs idő. Újság sem jól van már. Nem tudom. Nem tudom, mi lesz. Tehát, hogy ja, ez ilyen tök ijesztő, hogy még nekem sincsen ilyen jövőképem ilyen tekintetben. De hogy látod? Sötétben, vagy világosan vagyok értem? Ja, hát én tök pesszimista vagyok szerintem. Tehát nem tudom, hogy valaha vissza lesz egy ilyen visszakanyar. Mert most persze elkanyarodtam, de hogy visszafelé lesz ebből valaha valami, ezt így egyről nem láttam. Tehát nem tudom elképzelni, hogy egyszer csak újra elkezdek csinálni, mert több időm lesz. Tehát ezt ahogyan lesz több időm, ezt egyedül tökre nem látom és nem érzem. Persze így nincsen, nem vagyok egy ilyen, nem vagyok sértett, vagy nem vagyok, nem tudom mi lehetnék. Tehát ez nem egy olyan, hogy én kivonultam, szevasztok, és akkor majd így könyörögtek és visszajövök. Tehát én örömmel csinálni, csak egyszerűen nem látom és nem érzem azt, hogy ezt egyszerűen így változni fog így általában a helyzet, hogy egyszer csak egy ilyen unatkozó feleség leszek, akinek semmi dolga nincs, és akkor lepasszolom a gyereket valahol, és akkor azt mondom, hogy most mindig lesz vagyok egy színet. De amúgy szívesen. Hát azt érzem, hogy így csak így melózom, meg a gyerekkel vagyok, meg melózom, meg a gyerekkel vagyok, és néha van egy kis szabadidőm, akkor pedig tényleg akkor nem akarok senkit. Tehát, hogy így akkor nem akarok okos lenni, akkor nem akarok ügyes lenni, akkor csak így valami nagyon könnyűt és valami nagyon alap dolgot akarok. Tehát, hogy akármit elmenni a moziba, és akkor nem azt mondom, nem nézek meg most sem minden hülyeséget a moziba, de hogy így nagyon nehezen nézek meg ilyen nehéz filmeket. Tehát, hogy nincs kedvem még ilyen rosszat látni. Tehát,
annyi ilyen rosszat láttuk úgy az életben, hogy itt nem bírom azt, hogy én ezt meg a moziba lássam. De szívesen elmegyek moziba. Szóval ilyen, nem, vagy hogy például ez ugyanúgy tett, ha vagyunk valahol, vagy külföldön, akkor persze ugyanúgy elmegyünk a múzeumban, vagy ilyesmi, tehát ez a részt, akkor még most is így el szoktam menni, hogyha sikerül akár mondjuk a gyerekkel is, mondjuk Ludwigba, mondjuk a műcsarnokba, mert nézzünk, meg lehet. Tehát ezek úgy megvannak, tehát nem azt mondom, hogy teljesen elhűltem, de biztos nem vagyok a régi. Férjed mennyire? Ő szerintem amennyire kérem, annyira kiveszi. De hát ő is képzőművész, tehát hogy az ő példáján keresztül én ugyanezt látom. Tehát, hogy akármennyire is sokkal pozitívabb az egészben, őt is így csak így. Tehát, hogy neki sincs különösebb ilyen sikertörténet a jelen pillanatban. És azért mondom, hogy így az itthoni dolgokban ő persze maximálisan tehet, hogy nem én veszem elő a horgászba a gyerekkel, tehát nem tőlem kapja. De nála sem. Tehát, hogy ő is az, aki, ő viszont az, aki azt mondta, hogy akkor abba hagyja az egészet, és soha több, és így neki mondtam, hogy ez hülyeség. Tehát nem kell ilyen fatalistának lenni, mert pedig akkor vége nincsen véget, most éppen nincs. Tehát, hogy most nem tudom mit csinálni, most éppen nincs lehetőségünk, hát nagy kalán. Majd ha lesz, akkor jobb lesz. Vagy ha meg nem lesz, akkor nem lesz. Összetekén szakmai. Rivalizálásnál. Ja. Nem, mert szerintem annyira más csinálunk. El szoktam mondani én, amit gondolok az övéről, elmondja, amit az enyémről gondol, abban néha nem értünk egyet. De tökre nem azt csinálom, amit ő, meg én nem azt, amit én. Mert így szeretem, amikor így eszébe jut, ő ilyen teoretikusan sokkal olvasottam, mint én. Ő is később kezdte a képző, tehát ő is az a példa, aki érett a fejjel, kezdett ebbe bele, és neki ez sokkal jobban ütött, neki jobb élmény volt. És ilyen érdekeseket tud mondani, meg megbeszéljük, amit így találunk, ilyen neten, mint ott, ilyen más miket csinál, és akkor arról így megnézzük, vagy nem nézzük. Tehát, hogy így van egy, tehát, hogy ilyen tekintetben van egy ilyen szakmai része ennek a családi életnek, amikor ezeket én, nekem is van olyan, mivel én építészetben érdekelt még, tehát ugye a építészeket így rajta keresztül ismertem meg, tehát hogy azt mondom, hogy azért így ilyen tekintetben tök jó, amit ő csinál, mert én is tanulok általa, meg ő megírta a doktorit is, amiket ő leírt, azokat én most olvastam először, tehát hogy biztos, hogy én is fejlődöm valamilyen irányba, de de függetlenül még ugyanott vagyunk, ahol vagyunk. Tehát, ja, azért nekem is érdekes lesz, mert én megírom. Biztos. Megkezdtem a doktorit. Igen, kezdte. De ez mondjuk más az érdeklődés, más az irány, teljesen más a fókusz. Ez furcsa is lesz majd, de hogyha ő olvassa az enyémet, de biztos más lesz. Na mindegy, de ez nagyon érdekes volt ezt nézni a folyamatot, ahogy ő megcsinálta. Ilyen kutatás, írás, ilyen tekintetben. Szóval mindegy, visszakanyarodva mondjuk az intermédiára. Én azt gondolom, hogy tehát én nagyon sok mindent kaptam ott, minden tekintetben. Meg hát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor én most is abból élek. Tehát, hogy ilyen munkailag abból élek, amit ott tanultam, tehát abból a gyakorlati tudásból, amit ott szereztem nagy részt, amit azóta így ilyen itthon ilyen mindenféleket csinálgatva, persze én is, de hogy az alapja az volt, amit tanított. Tehát, hogy tudom, hogy ők nem ezt gondolják, hogy az ember abból fog élni, hogy tehát, hogy mint gyakorlati képzésük, ezt nem azért adják, hogyha majd kikerülsz az intermédiára, akkor mit tudom én, színházi videókat fogsz vágni valakinek, mert nyilván nem ez a fókusz, meg nem ez a perspektíva, de legalább meg lehet csinálni. Tehát, hogy nem kellett 100%-ban megfordulni és más csinálni, vagy mit tudom, nem az OEP-nél vagyok ügyintéző, vagy nem is tudom még miket tudni kitalálni, hogy nem szívesen megcsinálom. De nem azért, érted, bemegyek, és akkor nénik ott ülnek, és komolyan, tudod, nem érdekük, hogy gyorsak legyenek, és így ülnek, és így
beszélgetek, úristen, egyszer volt az, hogy azt gondoltam, hogy itt szeretnék dolgozni. Ilyen nyugodt állásra vágyom. Szóval csak ezért mondom, hogy tehát így jó az, hogy nem kellett ezt 100%-ban elhagyni, és azért valahol a kultúra még mindig ott van abban, amit csinálok, pénzkeresetért. De azt hiszem, hogy most az a ciki, hogy én is, tehát most jelen például én is pályahagyónak számítok, tehát nem foglalkozom művészetkel, tehát hogy én is a statisztikát rontom, ezt azért van jobb. Hát most egyébként. Ja, szíves. Jaj, ilyen csúnya a vége, nem megnézel, hogy ők abban. Nem is tudom, látom. Nem, azért így jó látni, hogy így mások, amiket csinálnak, vagy amikor ismerősökről olvasok, vagy látom, hogy kijutottak Biennálé, ez az, kaszárség. Tehát ez nyilván van, ez jó érzés, hogy így tudni, hogy így, hogy ismerem őket nagyon régről, vagy hogy így milyen élményeik voltak nagyon rég, mint egy iskolában egy órára jártunk, és ezt ő is unta, egy órára jártunk, és ezt ő sem unta. Tehát ezek ilyen összetartó dolgok, bárkivel történnek. Tehát ilyen, mondjuk azért sajnálom, hogy a nálam fiatal alsóbb évfolyamokat már nem ismerem. Tehát mondjuk a 2004-ben végeztem, nyilván valakit 2005-ben vettek fel, hát azokról meg fogalmam nincs, mert hogy semmi, sehol nem találkoztunk. És ez egy tök rossz élmény, tehát hogy nem tudom, hogy kik kerülnek, és nem tudom, hogy mit csinálnak, és hogy nekik vajon mi lehet az útjuk, de... De azért, nem bazi nagy a pályáhagyás, azt gondolom. De akkor így foglalkozik azt, hogy most éppen nem csinálsz semmit, és mondjuk nem azt nézhet, hogy amikor nem esélye, amit nem van, amit egyszerűen csinálsz. Persze, de ez biztos, hogy az én lelkismeretemen múlik. Ja, hát én, ami pénzkereset, az pénzkereset. Tehát ezt az én is szoktam választani, hogy ez nem az életem. És ez szerintem nincs is gond. Tehát, hogy azt én megcsinálom rendesen, és örülök neki, hogy ezt el is ismerik. Tehát, hogy nem kezelnek úgy, hogy... Tehát, hogy pont ez az, ami nagyon rossz a művészetben, hogy lehet, hogy jól csinálod, azt mondjuk nem ismerik el, vagy jól csinálod, és akkor arra azt mondják, hogy de hát ez természetes, nem? Tehát, hogy ilyen evidenciaként vesznek mindent, és nem kap semmit visszafelé. Tehát, hogy mit tudom, hogy csinálsz, és nem is rólam van szó, meg igazából nem is tudnék erre példát mondani, hogy van egy jó kiállításod, és mondjuk a kutya nem ér róla. És ez is egy olyan dolog, hogy csak azért, mert nem ismernek, mondjuk a kutya nem ér róla. És pedig ez lehet, hogy ez egy jó dolog volt. És akkor te meg közben látod azt, hogy más meg csinál egy ilyen béna kiállítást, és akkor írnak róla, és így mi van? Tehát, hogy hello, tehát, hogy így tökre nincs az egész rendszerben, és így nem működik. Na, az francba, ezt nem is tudom, miért mondtam, vagy hogy jutottam ide. És valahogy, ja, és az, ami művészet, az nyilván az engem most nagyon zavar, hogy nem csinálok semmit. Olyan szinten nem zavar, hogy nem gondolom azt, hogy ez örök. Még annak ellenére, hogyha a végén tényleg így marad, de legalább mindig volt ez a kis hitem abban, hogy ez nem végleges. És majd egyszer változik, vagy majd egyszer történik valami, ami engem is így megmozgat. Minden tud elkezdeni, hogy nem művésznek? Ó, nem művésznek. Figyelj, most az, hogy azt mondom magamról, hogy művész vagyok, és... Nem is az, de hogy ez egy olyan dolog, hogy oké, mondhatom azt magamról, hogy művész vagyok, és akkor mi van? Tadám, tehát, hogy ezt azt gondolom, hogy ez ugyanúgy nem jelent semmit, mint azt mondom, hogy nem vagyok művész. Tehát van egy réteg, ahol én mondjuk vagyok egy ilyen a családban van egy szerepem, és azt gondolom, hogy ez azért egy elég fontos szerep, mióta van a gyerek, tehát hogy ez egy oké dolog. És hogyha én egész életemben tulajdonképpen nagyon nagy dolgokat ezért nem rakok le az asztalra, akkor ez vagy hülyeség. De hát, hogy nem. Szóval nem tudom, az, hogy ja, művész vagyok, nem vagyok művész, tök mindegy, hogy én mit gondolok, tök mindegy. Én gondoltam azt, hogy igen, nincs ez semmi gond, még akkor sem csinálok semmit.
mi más tegyek. Tehát, hogy nagyon másként is tudom definiálni ezt az egészet. Nem, így nem, nincs más. Tehát, hogy vagy műkedvelő leszek. És az is tipikusan, hogy egy műértő műkedvelő leszek. Vagy nem is tudom, néha így van erről félelmem, hogy majd egy ilyen öregasszony leszek, aki ilyen beszélget fiatalok, és akkor egyszer csak rájönnek, hogy úristen, én képzőt végeztem, és akkor rám nézik, tehát így. És akkor én mondom azt, hogy vizitek így alakult. Ez egy ilyen rémálom. Ja, ez egy ilyen nagyon, ez egy olyan, amitől azt gondolom, hogy én paráztatom magamat, hogy lehet ez bekövetkezik, holott igazából bekövetkezik, hanem. Nem hiszem, hogy ez akkor engem érdekelni fog. 80 évesen ez lesz a nő problémám, hogy ezt így rám néznek, és én azt mondom, pedig én annól egy képzőt végeztem. Mondjuk ezt szerintem mindig nagyon jól néz ki, amikor én ismerősömnek. Ja nem, ismerősömnek fiaik. A férjemnek a nagymamája, ez még annól konzit kezdte. Tehát egy zongorista volt, és az mindig egy ilyen nagyon, ilyen nagyon szép és ilyen romantikus dolog, hogy egy nagymama, vagy hát most már nem érte, hogy egy dédmama, hogy most tudom, mi volt egy zongorista van. Szóval jól hangzik az életem, zongorista. És lehet, hogy majd az én gyerekemnek is. De ilyen szempont meg tök szar, mert hogy azt fogja mondani a gyerekem, hogy fú, az én anyám, az anyukám képzőművész. De közben meg van neki mindenféle béna munkáit, tehát hogy tök hiteltelen leszek. Tehát hogy el kell döntenem, hogy akkor is képzőművész, amikor leszek, hogy pedig melós. Hát persze. Ja. Igen, mondjuk az nagyon, az nem nagyon érdekel. Ja, jó, persze. De ez mondjuk érdekelne az ilyenek, hogy például hány évesen érti meg azt, hogy mi mit csinálunk. Tehát, hogy hogyan fogja megérteni ezt, hogy mit mert csináltunk, és ez abszolút ilyen művészeti dolgokra értem, hogy vajon fogja érdekelni, hogy mit csináltunk, vagy abszolút nem, hogy művész lesz, bármilyen azt mondanám, hogy ne legyen művész, és talán azt mondanám, hogy ne legyen színész első körben, és a második azt, hogy ne legyen kézőművész. Fú, de hát a szívességet nem mondhatok neki. Nem tudom, valahogy azt érzem még a legrosszabbnak. Bocsánat, mindig színésztől. De azt érzem a legrosszabbnak, mert ez nagyon-nagyon nehéz lehet abban egy egészségesebb út fenntartani. De ez persze aztán ezen túl meg igaz minden művészre, hogy azért nagy pofonokat kapsz, és akkor ezt nagyon nehéz akkor ilyen egyenesen felállni, és azt mondani, hogy már pedig én azt gondoltam, hogy ez jó, nekem ezt kell csinálni. Tehát szüleim nyilvánvalóan azóta nem értik, hogy én ezt miért csináltam akkor, miért jelentkeztem, miért jártam. Még mai napig is szoktak erről beszélni, és szerintem ahogy meg szoktam mondani, hogy erről messzítem, felesteket beszélgetnénk, de oké, beszélgessünk erről. Szóval így érthetetlen nekik, még mindig, és akkor ezért szoktam őket juttatgatni, ez, hogy mai napig abból élek, amit ott tanultam, tehát nagyon nem kellett kétségbe esni, és eddig nem volt egy probléma sem, tehát ilyen anyagi probléma. De én meg pont amiatt óvnám ettől a saját gyerekemet, mert így látom azt, hogy mennyire ilyen nehéz. Tehát amikor felvétel előkészítő tartottunk, akkor is ez volt mindig, hogy hiába mondom el a 18 éveseknek, vagy 17 éveseknek, hogy de ha ezt tudják, hogy ez nehéz, tehát hogy ez tényleg nehéz, és nem azért nehéz, mert sokat kell tanulni, ez nem egy orvos, itt nem kell sokat tanulni, hanem hogy ez ilyen baromi nehéz ezt ilyen mindig ilyen lelkesedéssel csinálni, és mindig erővel csinálni, és kitartással, és mert valószínűleg ennek az egyik, tehát hogy neked folyamatosan kell észnél lenni, és megújulni, és tanulni, tehát ez és nem könyveket tanulni, hanem menni, és látni, és tapasztalni, és csinálni, és nem elég, ha visszadobják egyszer, nem elég, ha visszadobják kétszer, és most pont magam ellen beszélek, mert én se csinálom, tehát aztán tök könnyű beszólni bárkinek. Tehát, hogy ez van olyan példa, tehát a Pank, a Lulánk, amikor is van két gyereke, mégis csinálja, vagy a Tüksinek is van egy gyereke, mégis csinálja. Tehát, hogy ez mondom, hogy ezért nem lett kifogás az, hogy van egy gyerekem,
Ő nem tehet róla, meg meg lehet csinálni gyerek mellett, azt mondja, lehet csinálni, de, de most meg a bár, nem, még nem megy. De rendben, hogy megint valahogy fog valami történni, hogy valaki fejlő meg, és azt mondja, hogy csinálj. Mert így időnként van ilyen, hogy találkozom valamivel, ilyen tárgya vagy dolog, és úgy tudom azt, hogy hú, ebből milyen jót lehetne, vagy hú, ez milyen érdekes, hogy ezzel kellene foglalkozni, és hogy milyen jó, hogy valaki csak ezt csinálja. De így aztán meg így van az, hogy vannak ezek a hétköznapi dolgok, és akkor azt érzem, hogy most így nem tudok más csinálni, mert hogy ezek sokkal fontosabbak. Tehát, hogy ilyen romantikátlanul fontosabbak, tehát nem romantikusan fontosabbak, hanem ilyen hétköznapi módon. De ez megint egy szomorú vége van a beszélgetésem. Jaj, nem tudok visszakanyarodni pozitív irányba. Szóval, hogy ja, ott kezdtem el, hogy 18 éveseknek mondtam, hogy ez nehéz, tehát hogy a gyerekemet is csak emiatt tóknám, hogy ez... De nem tudom, hogy azért nem tudom, hogy na jó, megmutatom neki az utat, de érted, én nem vagyok egy sikertörténet egy ilyen pillanatban, tehát hogy ez nem egy jó út. És én meg... Egy tudom, és lehet, hogy ez még fog változni, csak én pont ezt nem akarom neki ezt ilyen kétségbe esetten átadni, hogy hát látod, fiam, megszültelek, és akkor vége lett. A képző óta. Ja, hogy ja? Hát 12. Ja. 13 éves párhoz. Ja, szolid 20 év, ja. Persze, én ezt tudom, hogy ez most ebben a pillanatban hülyeség ezen gondolkodni, hogy mi fogta kimondani a 16 évesen, hogy fiam ezt csinált, vagy ezt ne csinált. Csak nem akarok ilyen megkeseredetlenül, tehát hogy ezt akarom mindig így észben tartani, hogy ez nem miatt a történt, tehát hogy még véletlenül se kapcsolja ezt össze, meg hogy nem egy ilyen elkeseredettségből döntöttem így, hanem ennek ilyen tök ilyen racionális okai volt, amikkel így én nem tudtam megbírkozni, nem ő. Környezetem, nem ez így most én vagyok el. De azért átmennem. Úgy remélem, az általában úgy szokott lenni, nem, hogy két művészt, nem szokott művészni a gyereket. Tehát valami nagyon ilyen rendes állás, vagy nem állás, hanem egy rendes foglalkozás. De mi nincs állás? Én? Jó, hú! Én annak idején, amikor kellett jelentkezni, akkor még ilyen magyar szakokra jelentkeztem meg. Akkor tehát indult a kommunikáció, amikor még tökre nem volt ilyen, mint most. Nem volt ilyen divat szak, vagy nem volt ilyen túlpörgetett, ilyen hype szak sem. Nem volt egy kommunikáció, és nekem ez a magyar kommunikáció nagyon bejött. És ilyenre felvételiztem még annól. És akkor nem tudom igazából, hogy mi lettem volna. Fokalmam nincs, tehát hogy így... Ahogy akkor mindig gondolkoztam, hogy újságíró, de nem lettem volna újságíró, mert nem vagyok ilyen karakter, tehát hogy biztos, hogy nem az lettem volna, csak nem nagyon tudtam. Tehát, hogy amikor nem látsz bele valamibe, akkor eztán gondolkodhatsz rá, hogy nagyon sokat úgyse ez fog történni. Nem. Ha nem képzőművész lennék, de más lehetnék? Most? Én hát ezt mindig tudom. Én vágó lennék, de hangvágó. De mondjuk ezt is a képzőről hoztam, tehát én akkor kezdtem ezeket csinálni, és én imádtam a hangot. De hát ez, persze Magyarországon ez annyira nem egy keresett szakma, mert nem is nagyon van, mert a hangmérnök csinálja és minden ezt az egészet, meg a vágó. De mondjuk így, hát tudnám képzelni ezt, hogy ilyen külföldön vagyok, és olyan hihetetlen megköltségvetésű fénynél vagyok hangvágó. Nem mindegy. Ezért még mindig kacérkodom, hogy egyszer elvégzik egy ilyen iskolát. Mert ez tulajdonképpen közel is van hozzá, meg úgy érzem még mindig, hogy ez sem ez a nagyon durva lelétszerés úgy az útra, hanem ez is valahol egy ilyen... Érted? Tehát, hogy így kitermel a képző, mit tudom én, évi szinten, nem tudom hányan diplomáznak le, 50-60 diplomás művész, tehát, hogy egyszer nincs az a... Tehát muszáj, hogy legyen pályaelhagyás, de most éppen magamat igazolom, de hogy ennyi embert nem bír el, és főleg mostanában, de ez megint visszakanyarodna, de hogy egyszerűen nincs ennyi lehetőség, és nincs ennyi hely. És ezért gondolom néha az, hogy akkor én egy ilyen büszkén vállalnám azt, hogy
hogy támogatom az egészet, de hogy én ebbe belebuktam, és hogy ezt felismerem, ebben nincsen semmi rossz, vagy nincsen keserűség abban, hogyha én ezt mondom, hogy figyelj, én ebbe elbuktam. Éljenek a kicsik, akik jönnek mögülem, és csinálják, és legyenek ők jobbak, akik legyenek ők jobbak. De végig gondolod, akkor már egy rész fősdikot hájára. De miért? Hát na jó, de úr. Na jó, de az, hogy mondjuk váltasz a pályán, tehát hogy az... De ez nem elhagyásra. Jaj, jaj. De hát attól ők meg csinálnak művészetet, tehát mondjuk a sugár csinál művészetet, tehát ő abszolút úgy csinálja, tehát hogy ő egy jó példa. Bár őt sem tudom, hogy mennyire nagy kedvel. Mennyi lelkesedéssel tudja ezt ennyi év után csinálni. Lehet, hogy velük is érdemes lenne beszélgetni. Abszolút erről az irányról. Nem a feltétlenül a tanításról beszéltem, hogy tanításról is kellene velük beszélni, hogy így... Vagy nem tudom, hogy létezik-e ilyen, hogy így... Vagy értelmes, hogy ilyen őszinte párbeszédeket folytatni a tanításról magáról, akár mondjuk csak végzett diákokkal, hogy már csak azért sem mondjuk, hogy már nem tanítják, tehát nem is lehet ilyen, hogy utána ez... valahogy így konfliktusba keverednek, de hogy így elmondani azt, hogy ki mit gondol arról, hogy mit kellett volna, merre felé lehetne vinni az irányt, miből lehetne egy kicsit hangsúlyosabban kapni, miből kevésbé hangsúlyosan, tehát hogy minek van értelme, inkább minek nincs annyira, és ezt ne is erőltessük, mert így feleslegesebb energiát fektetni. Nem is tudom, hogy mit mondanék egy ilyenre. Na, hát ez az. Biztos lennének pedig erre ilyen érdekes válaszaim, vagy ilyen gondolataim arról, hogy hogyan kellene, de ahhoz meg nekem is kellene jobban ismerni, hogy éppen most a művet. Tehát hogy az, hogy az én tapasztalataim, amik 2001-ben véget értek, tehát ez már elég régen volt azóta. Mondom, elég sok minden történt, ha az intermédián. De hát ez egy szuper dolog volt, tehát akkor jött oda a Rigo Mori. Ez... 35-ös várni összük. Na hát ez ilyenek, ezek ilyen nagyon jó élmények. Vagy hát, ja, van egy pár ilyen, mit azért azóta nem felejtettem el, és így azóta én nagyon élénken emlékezem rá. Mondom, a felvételére, ami mindig ott, hogy hát a Dabi, mi vagyok, hát a Dabi Istvánnal is. Hát mondom, emlékszem, hogy az összes osztálytársam volt a felvételő, hogy mit csináltak. Tehát, hogy emlékszem, hogy a Trixi mit rajzolt a felvételén. Emlékszem, hogy a Dabi, ha a Vándor Csabiékkal ott volt, még egy csaj volt, itt akik együtt csináltak dolgokat. Semmő felé, hogy vágja a körmét. Amiki, akivel minden nap együtt mentünk, mert együtt lettünk a kollégiumba. Talán éve hennyire emlékszem legkevésbé. Lehet ez nem az ő hibája. Szóval, hogy ezek ilyen dolgok. De nem tudom, meg ez ilyen furcsa ez az egész, hogy a többi szakon van ez a mesterkép, vagy mesterrendszer, nálunk meg nincs, és akkor ez nem tudom, vagy mennyiben lett volna más, hogyha mindenki egy tanárhoz tartozik, és őt viszi, vagy ő terelgeti, mint az, hogy most inkább az egy csomó, hogy elvesznek a gyerekek, így a tanárok között. Hallgatók elvesznek így, úgy abba, hogy így nincsenek ilyen, hogy is mondjam. Valahol szerintem igen. De nem tudom, hogy ezen változtatotta volna, hogyha nálunk is van egy mesterrendszer, és akkor így ő mondja, hogy ezt csinálja, ő mondja, hogy ezt olvassam, mert persze János ezeket mondta, hogy Sugar részt csinált, hogy elmondta, hogy ezt olvassam el, elmondta, hogy ezt nézzem meg, próbáljam meg így. De érted, ő meg nem tud ennyi emberre figyelni, tehát ez, gondolom ez azóta rosszabb, mert több diák. Már akkor is ez ilyen nagyon... az volt, hogy nagyon sok gondolom, tőle sok energiát vett ki ez a sok figyelem. És ez biztos, hogy csak rosszabb, hogyha többen vannak. Tehát én sűrűen. Igen? De képzelni is csökkentik? Na, az érdekes lesz viszont. Hát igen. Nem biztos. Nem, és csak az, hogyha így belegondolok, nem tudom, hogy rosszabb, de kevesebb lesz. És valahogy ilyen fókuszáltabb lesz, vagy pedig ilyen erősebb lesz a szelekció. De hát ez akkor meg ide bejön az, hogy
Tehát meg akkor mindenkit fel kéne venni. Mármint ez a Szent Jobbi férén mindenkit fel kell venni, aminek is szintén azt így bírtam. Egy gondolat, ez azért így bejött. Persze, hogy kezelhetetlen lenne a helyzet, de mint ide az nekem nagyon. Biztos, hát nézd meg, nem nézd rám, tehát hogy ez egyértelmű. Szerintem aki nem bírja, az így is úgy is ki. Tehát mondom, velünk is kezdett két ember, aki az egyik egy építészfiú, kiért egy-két hetet, vagy a lány, mert volt egy lány, és akkor ők egy-két hetet jártak, és aztán nem. Tehát, bosuldás, ez mindig volt. Aztán. Jó.